Sziasztok, bevásárlós videó következik. Most megmutatom, hogy viszek táskát. Van nálunk táska, itt vagyok a Lidl-nél. Úgyhogy indul. Sziasztok, a Lidl-s bevásárlás nagy része megvolt. Igaz, hogy szemereg valami, de itt mögöttem rendesen traktorokkal takarítják a utat. Mondjuk havat még nem láttunk idén, de legalább vannak, akik letakarítják. Megvettem majdnem mindent. Na jó, indulok még tovább. Gőzerővel nyomják azért, figyeld rá most. Komolyan. Nem tudom, hogy ez mi király dolog, de nagyon tetszik. Ezért. Nem tudom, máshol se látok akkora havazást. Nem baj. Hatalmas sikerélmény, megvettem majdnem mindent. Egy apróság hiányzik, de azt most már hagyjuk. Van mi az? Amivel a sárga? Az a sárga? Túlítom a bevásárlást. Még a hatalmas hóvihar, ha nem fogod kivágni belőle azt a részt, akkor meglátod mekkora hatalmas hóvihar van kint. Tombol mindenfele. Az igazából átakarok te is ugyanúgy a kamerádnak a bigyója. Miért? Startra kész. Na mit vettél? Megvettem neked ezt a dobozt a Kauflandba, ez akciós volt. Az a másik, azt amikor már fél órát kerestem, közölték, hogy az igazából elfogyott. Elvitték, ahogy kitették, azt egy darabot elvitték, ezt sikerült megmenteni. Nem nyitottam ki, hogy megnézzem, hogy az összes nincsi átérő, mert le van fóliázva. Hoztam róla blokkot. Most utáltalom most. Jó, mosogató kapszula. Igazából képek alapján sikerült eljutnom odáig, hogy azt megvegyem. Nagyon olcsó volt. Ügyes, nagyon olcsó, 17 euró volt, nem? 16,99, ilyen 17. Jó, kettőt hoztam belőle. Kizárólag a lista alapján mentem, de a lista most nincs nálam. Hoztam sót, ami folyik. Só. Só. Már sós minden, nem van. Hoztam toszt kenyerkét. De csak egyet írtam föl. Nem volt az külön szétírva, hogy mennyi darab kő belőle. Ja, felkapcsolod azt a villanyt, légy. Köszi. Na, hoztam ilyen. Volt. Jaj, de jó, hát ezt mindig üldözzük, mert mindig csak kacsás van. Hát hoztam egy ilyen akciós innivalót. Ezt az online tanuláshoz, mi? Ezt az online tanuláshoz, azt offline életmódhoz. Mindegy, most nagyon jó áron volt, úgyhogy hoztam egyet hűtőbe, de valahol eláll a balkonon. Ja, így lássátok tikus. Kakaópor, mivel a kakaónk az, nem tudom, hogy el is szabad mondani, mi történt vele, de... Miért ne szabad? Megdezsmálódott. Igen, rákcsálók. Nagyon ritkán iszok ilyen valamit, és reggel úgy ittam volna, és mikor beleittam akkor, és hát már a dobozba furcsa volt, hogy vannak benne ilyen kis nútok. Ilyen nútok? Főző tejszín. Igen, eltaláltad, sikerült, azt kellett. Az nagyon jó. Tudod, kisegít egy nénike, megláttam ott egy aranyos kis nénike, nekiálltam el kommunikálni, mondja meg nekem, hogy hol van. És megmondta. Meg. De kedves. És igazából nem találtam meg elsőre, de addig kutakodott, addig, amíg utánam kiabált, mert először átfogyott egy másik oszlopon, de utánam szólt, hogy itt van, fiatalember, itt van. No, pedig nem is vagy olyan fiatalember, mi? Hát jó van. Na és az mi a paradicsom leves ez a gyereknek? Ez golyó. Golyó. Leves golyó. Ebből kettő volt felírva. Igen. Mondjuk ebből is csak egy volt felírva, de mondom, inkább áhozom, mert hogy sokáig állom ez is. Mosogató szivat. De jó. És hoztam magamnak. Ezért indultam. Hát mondjuk benne van, azt nem tudom, nem akartam kibontani. Bár mondjuk arra sokan azt csinálják. Oda megy kibont, csak kiveszi azt a kettőt, ami kell neki, hogy hiányzik otthon, azt hazaviszi.
Nem értem, miért? Jó, én nem volt ott a kulcs, hogy majd kibartam és megnézem, hogy jó-i. Hát aztán úgy ennyi. Jó-i. Jó-e. Ennyi. Ennyi? Más nem hoztam. Fő volt megírva az a gumikesztyű Kauflandba, azt mondták, hogy már ők nem forgalmazzák, úgyhogy nincs gumikesztyű. Még valami fő volt írva a listán. Ja, a másik doboz, de azt meg hát mondták, hogy elfogyott. Úgyhogy ennyi. Itt van több száz euró értékű áram, megszereztem. Még a, én, amit csináltam, ott van egy totál jó videó rész, amikor takarítják a utat hatalmas nagy traktorral, sózzák, tolják, dózerolják. Hát halad, innen bentről nem úgy tűnik, mint hogyha valami vihar tombolna oda. Miközben is csináltam egy-két videót, ahol keresem, de valószínűleg én a keleti részben voltam a városnak, nem pedig a nyugati részén, ahol innen több száz kilométerre hóvihar van, úgyhogy ez van. Hát jó, ha a hóvihar van, nem takarítják, ha nincs, akkor takarítják. Jó, valószínűleg benne volt a rendszerben, hogy azt március 1-ig ki kell szórni, meg nem maradjon, úgyhogy azt neki is. Úgyhogy ennyi. Jó, hát de azért... Vicces volt a parkoló, üres parkolót tolták, meg sózták. Uh-huh. De hát többször átment rajta, azért becsületesen végezte a munkáját a csávó. Jó, köszönjük, hogy elmentél bevásárolni, és hogy még a videót is felvetted, az de tényleg. Nagyon szíves, azért levágod a hajamat. Levágom a hajad, igen, de ez lesz az ára. Hagyjatok ez most már nekem. Hadd nézzem meg, mert... Na nézd! Remélem, hogy olyan fajta, amit én akartam, mert nem tudom ki mit tudom, minet vágokról, fúrokról, a fúroknál van, hogy 2-3-ig kell egyfajtát fúrni, és az minet fúros, nem pedig vágós. Aha! Úgyhogy remélem, hogy úgy is van benne. Hát most úgy igazából nem tudom. De eldönteni nem tudom, ebből tényleg nem, hogy ez minek fúró vagy vágó, de ha jól értelmezem, 7-es minek fúró. Lehet, hogy olyat vettem, hogy mindjárt vissza is fordulok. Nem 8, nem 8-as is van. Ez valószínűleg mindjárt 3-as. Ez így érdekes. Nagyon király, ezért megköszönöd a figyelmet. Meg köszönöm se... szépen, hogy ide figyeltetek. Megmutassam még egyszer. Sziasztok! Karantén! Rovasz a járvány!